fizetésük, de a pénz nem... Bocsánat, itt egy közbevetés, hogy az óvodapedagógusoknál olyan 140 ezer, az általános iskolai tanároknál átlag 160 ezer forint. Így a van, bruttóbér, így van. A diplomás átlagbér pedig 300 ezer fölött van, csak így, a hallgatók miatt. Így van, ezt én is el szoktam mondani, hogy el kell érni, hogy a kormányzati ciklus végére a pedagógus átlagbér elérje a diplomás átlagbért. Hogy ezt meg fogjuk tudni tenni, azt nem tudom, mert nem a Szalai utca a pénzügyminisztérium, és nem látom világosan a lehetőségeket, nem én, még mások sem, ki az, akit 4 évre előre pontos számokat tud mondani. Ez lenne a kívánatos, ezért mindent megteszünk, hogy ezt elérjük, de ilyen ígéretet nem tettem, és senki nem tett. Most olvasom, hogy a szakszervezetek persze ezt követelik, erre azt kell, hogy mondjam, hogy aki ilyen kiürült államkincstári vagy költségvetési helyzetben radikális béremelést követel, az vagy ostoba, vagy bohóc.